Jó napot kívánok, Hübs Éva vagyok, és Önök a Siker című vállalkozói magazinműsort nézik. Szerbiában 2010-től hatályon van a hulladék kezelését szabályozó törvénycsomag. A kis és középvállalkozók nagy többsége azonban a mai napig sem tudja ezzel kapcsolatban, milyen kötelezettségeik vannak, és így be sem tartják őket. A többség elsősorban újabb kiadásokat és terheket lát a törvényekben, nem pedig az elsődleges célt, a környezet óvását a szennyezéstől. A felügyelők eddig nemigen követték a hulladék útját a cégekben. Az idei évtől azonban már komoly ellenőrzéseket helyeznek kilátásba. Természetesen először is a nagyvállalatokban, de az átvilágítás alól a kisvállalkozók sem bújhatnak ki. Egyes önkormányzatok ezért jónak látták, hogy egy hulladékkezeléssel foglalkozó Consulting vállalat meghívásával rövid felvilágosító oktatást tartsanak a területükön működő cégeknek. Ebéd időben az Óbecsei Lárgos étteremben általában sok olajat fogyasztanak. Arra pedig itt nagyon odafigyelnek, hogy a használt olajat időben lecsapolják, és ne a lefolyóba vagy oda kerüljön, ahol nincs helye, hanem egy speciális, hermetikusan zárt műanyag kaniszterbe, amelynek elszállítására egy a fáradt olajat újraértékesítő újvidéki céggel kötöttek szerződést. Itt vannak a szerződésünk, 2014 az én nevem, ez a másik pedig a férjemnek, ez pedig később lett, az 2016-ban lett megújítva. Körülbelül 3 hetente szokták elvinni az olajat. Nyáron, szezonban, amikor nagyobb rendezvények vannak és sűrűn cserélik az olajat, akkor sűrűbben viszik, de nagyon rugalmasak, egy telefonhívás is jönnek érte. Szilvia férjével 3 éve vette át a családi étterem és cukrászda vezetését anyósáiktól. Azóta a beltér felújítása mellett a környezettudatos hulladékkezelést is elsődleges feladatnak tartja. Fontos számomra, hogy nem a vízbe kerül, vagy nem a földre öntjük ki, hanem a megfelelő helyre kerül, ahol újra tudják hasznosítani az ő technológiájukkal, és így mi is nyugodtak vagyunk, hogy tettünk valamit a környezetünkért. Nem egy-két napra tervez az ember, hanem én az unokáimnak is szeretném biztosítani, hogy például ilyen neveltetésben nőjenek fel. Szilvia azt mondja, különösebb kiadások nélkül csak egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk a környezetünkért. Az étteremben szelektív hulladékgyűjtés folyik. Külön választják a papírt, a műanyagot és az üveget is. Ez tulajdonképpen ez ilyen természetes, és nem is okoz plusz kiadást, egyedül plusz odafigyelést, hogy nem ugyanoda dobom a plasztikot, a műanyagot, ahova az üveget, hanem külön, és akkor ennyi. Ez csak egy kis odafigyelés, ez semmi. Én gondolom, hogy ez már neveltetéstől kezdve így kell. Például nekem van egy kisfiam is, ők az óvodába is. Ott például gyűjtjük a kupakokat, és ő alig várja, hogy ott van egy külön kis doboz, ahova ő a kupakot bedobja. A vendéglátóipari vállalkozásba 50 évvel ezelőtt kezdett a család, meséli Szilvia anyósa, Lasztovics Erzsébet. Édesapja 1966-ban nyitotta meg a Király vendéglőt Óbecsén. Édesapám nagyon sokat befogott a munkába, mivel fiai nem voltak, 2 lánya, úgyhogy nem kímélt minket a munkától, és talán azért is tanultuk meg, hogy szorgalommal, sok munkával az ember mindent elérhet. Amikor édesapja 90-es évek elején bezárta a régi vendéglőt, egy rövid ideig feladták az ipart, egészen addig, amíg 20 évvel ezelőtt meg nem nyitották a saját éttermüket. A férjem döntött úgy, amikor ezt az épületet itt megvettük, itt volt egy pincehelység, hogy ne álljon üresen a pincehelység. Ez csak úgy indult, mint egy kis pizzéria 20 évvel ezelőtt, és
abból nőlt ki ez az étterem, cukrászda, mondom, ahol most már 100 fős rendezvényeket is tudunk végezni, sőt, mi több 3 éve mindketten nyugdíjasak vagyunk, és átadtuk a fiunknak és menyünknek. Tehát ők már a 3. generáció, aki az étteremmel foglalkozik, úgyhogy ők csak folytatják tovább. Bár már nyugdíjban van, Erzsébet most is naponta megfordul a vendéglőben. Ő szervezi a rendezvényeket, a beszerzést és a 15 alkalmazott beosztása is rászorul. Azt mondja, nagyon fontos a jó, képzett munkaerő, ezért a helyi szakiskolával szerződést kötöttek, hogy a diákok náluk végezzék a kötelező gyakorlatokat, hiszen nekik is érdekük, hogy a tudásuk átadásával olyan fiatalokat képezzenek ki, akiket később munkába is állíthatnak. Minden évben 3 szakácsot vállalunk, 3 cukrászt, és pincérek sajnos 2 éve már nincsenek, egyszerűen jelentkező nincs, tehát a pincér tagozat nincs. Viszont szakácsok és cukrászok minden évben a legjobbat felvesszük állandó munkára. Pillanatnyilag is 3 kis szakácslányom dolgozik, 19, 20 és 21 évesek. Menye azt mondja, másképp is lehet, és kell is a hazait támogatni. Amit csak lehet, azt itthonról beszerezni, hogy a becseieket is, hogy jobban itt maradjon a pénz, igazából ez a lényeg. Gyümölcs, zöldség, a túrót termelőtől vásároljuk, akkor az alapanyagokat is igyekszünk, halat például. Én még a ruhánál is odafigyelek, hogy próbálom itthon megvenni, vagy az ismerős kisboltjából, hogy neki több legyen, hogy ne máshol költsem el a pénzt. Ha mindenki így gondolkodna, ezzel hozzásegíthetne ahhoz, hogy a környezetében maradjon a pénz és az ottani gazdaságot serkentse, akkor talán a fiatalok sem hagynák el ilyen tömegesen a szülőföldet. Ez természetesen hosszantartó folyamat, amihez tudatosság és hazaszeretet is kell. Ahogyan ahhoz is, hogy ne piszkítsuk és szennyezzük a környezetet, ahol élünk. Az Óbecsei önkormányzat a napokban informatív előadást szervezett a helyi vállalkozóknak a hulladékkezeléssel kapcsolatos törvényes kötelezettségeikről. Az érdeklődők nagy száma arra mutatott, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a munkájuk során keletkezett hulladékkal mit tegyenek, hogyan tárolják, és ez mekkora terhet jelent a cégüknek. Ezzel kapcsolatban az ingyenes előadáson hasznos információkkal szolgált egy a hulladékkezeléssel foglalkozó újvidéki consulting vállalat. Minden gondot meg tudunk oldani a hulladékkezeléssel kapcsolatban. A terv dokumentuma kidolgozását, a veszélyes és kevésbé veszélyes hulladék begyűjtését, tárolásának módját és ütemét, a záró dokumentum megszerkesztését. Többféle módon együttműködhetünk azokkal, akik ezt igénylik. Szolgáltatásokat nyújtunk, a vegyszerek biztonságos kezelését illetően is, és a tanácsadó szerepét is betölthetjük, amire a törvény kötelezi a vegyszerekkel foglalkozó cégeket. Emellett a veszélyes hulladékok eltávolítását is megszervezzük. A résztvevők sokféle kérdést tettek fel arról, hogy mit kezdjenek a különböző típusú hulladékkal, és hogy a saját esetükben hogyan értelmezzék a törvényt, milyen mértékben köti őket a hulladék begyűjtésére és tárolására. Sorányi Melinda cége mezőgazdasági termékek felvásárlásával és növényvédőszerek meg műtrágya árusításával foglalkozik. Az volt a kérdésem, hogy kötelesek vagyunk-e vezetni ezeket az evidenciókat, amit a törvény előlát, a hulladék kezelési törvény előlát, mivel hogy eddig ezen a téren elég keveset hallottunk. Manapság az emberek csak azon gondolkodnak, hogy juthatnak valamilyen jövedelemhez. A hulladékkal viszont egyáltalán nem törődnek. A legfontosabb a számukra, hogy bárhogyan is csak megszabaduljanak tőle. A környezetvédelemmel kapcsolatos tudatszint nagyon alacsony. Sokkal több ilyen jellegű előadás kellene, hogy az emberek felfogják, hogy a hulladékot is újra lehet értékesíteni. Nyersanyag lehet, amit meg is lehet fizetetni. Ennek ellenére a személytelepen köt ki.
A Potisje szemétkihordó közvállalat igazgatója elmondta, hogy munkásai külön oktatásban vettek részt a veszélyes hulladék kezelését és a kísérő iratok kiadását illetően. A hulladékot, a veszélyes hulladékot is bedobják a kukába, azt mondják, nincsen nekik. Hónap kezdjük a beszélgetést az igazgatók, hogy induljon ez az oktatás, hogy kell külön választani a hulladékot. Úgyhogy onnan kell elindulni az óvodáktól, az iskoláktól, aztán megyünk a polgárokhoz, háztól házig, sorban mindenkinek megmagyarázni. A legtöbb kérdés a hulladék kezelésével kapcsolatos kiadásokra vonatkozott. Az előadó szerint a rendszer felállításával a költségek semmiképpen sem csökkentik a cég jövedelmét. Az értekezlet egyik résztvevőjéhez, akinek szerszámok és motorok szerelésével foglalkozó műhelye és kereskedése van, ellátogatott a Siker stábja. A helyszínen akartunk tájékozódni arról, hogyan oldják meg az olaj és egyéb hulladék meg a használt zsírtalanítószerek tárolását. Az udvaron sorakoznak a javításra váró benzin és áramra működő fűnyírók. A raktárban pedig a kézi szerszámok, pumpák, motorok, amelyek szintén reparálásra szorulnak. A műhelyben, amely világmárkás gépek hivatalos szerelője, mint a Magitta, Villager, Honda vagy Husqvarna, példás rend uralkodik. A padlón sehol egy darabka hulladék vagy eldobott részecske, minden selejtett anyagja szerint szortíroznak az arra megszabott hulladékvödörbe. Külön vannak ilyen fém edényeink, amiben tehát külön a részt válogatjuk, külön a papír hulladékot, és külön a fém, tehát a vasat. Papír hulladékok, tehát megy rendesen a szemeteseknek, akikkel szerződésünk van. A fém hulladék szintén megy, akik a fémfeldolgozással foglalkoznak. Külön szoktuk az alumíniumot, külön a vasat. A részre úgy van, hogy akiktől vásároljuk, azoknak számlázzuk le, tehát hogy papíron visszaszámlázzuk nekik a hulladékot. Különösebb szerződés nincs velük, csak amennyi hulladékunk van, annyit számlázunk feléjük. Viszont a fémnél ott még eddig, tehát külön nem kérték, hogy legyen szerződés, tehát akik azt vásárolták fel, azoknak adtuk át. Sok hulladékbegyűjtő nem ad hivatalos írást az átvett anyagról, márpedig a törvény szerint a vállalkozónak dokumentálnia kell a hulladék útját. Líviáik eddig eltüzelték a zsírtalanító szerrel kevert fáradt olajat, ami a gépalkatrészek mosásakor marad vissza. Az értekezleten azonban arról értesült, hogy bizonyítania kell, nem a természetet szennyezi vele. A munkásaink között osztogattuk szét, mert hogy télen ők használják, tehát tüzelő sporhetok alágyújtásánál, vagy pedig szomszédnak, vagy pedig akik fáradt olajjal, vagy ilyen fáradt olajjal fűtöttek, tehát azoknak adtuk oda. Egy cég, akiről ugye most hallottunk, tehát hogy lehet vele szerződést kötni, és tehát folyamatban van, hogy ő velük is, tehát akkor, hogy közreműködjünk, hogy ennek a szabálynak is eleget tegyünk. És hogy papírt kapjunk. Arra nagyon ügyelnek, hogy a zsírtalanító, amivel az alkatrészeket lemossák, meg a használt olaj, ne kerüljön a természetbe. Egy zárt rendszerben kering, amíg el nem használódik, és utána hermetikusan zárt kaniszterekben tárolják. Egy pumpa nyomja valójában a szert, ami a tartályból jön. A karral nyitódik meg a pumpa, itt folyik le a szer, és ide, tehát megy le a tartályba, és ezt forgatja egyfolytában, ezt a szer. Tehát ugyanez a szer használódik újból és újból, mindaddig még el nem piszkolódik. Mikor elpiszkolódik, a tartályból ürítődik ki a műanyag tartályba. Kovács Lívia azt mondja, rengeteg nem termelői kötelezettségnek kell eleget tennie, hogy cége működhessen. Nagy részükben, mint amilyen a tűzvédelem vagy a munkásoknak elsősegélynyújtás, maga tanult bele, hogy ne kelljen ezért külön embert fizetnie. 3 évenként valójában jönnek ellenőrizni, tehát a fény
erősségét, valamint a levegő nedvesség tartalmát azt évi szinten szokták ellenőrizni a nyári időszak, valamint a téli időszakban, tehát hogy milyen a levegő nedvesség tartalma. Azon kívül gépeknek a hang, tehát hogy milyen hangosak a gépek, tehát azt mérik fel, a feszültséget ellenőrzik, tehát is ezekért mind fizetni kell. Tehát ezek minden három évben egy és ugyanaz ellenőrződik, és ezért mind fizetni kell, és nem is kevés összegeket. Különböző evidenciót kell vezetni, ugyanúgy, mint a hulladék anyagokra is, tehát most az új szabályoknak, ugye, hogy megfelelően, tehát hogy szintén papírilag végig legyenek kísérve, föltételezem, hogy különböző formanyomtatványok lesznek kiadva, amiket szintén heti vagy évi szinten kell majd vezetni, ami szintén időigényes, de nem hoz termelést. Lívia azt mondja, nem azzal van baj, hogy a törvényekkel a környezetet és a dolgozókat kívánják védeni, hanem a gyakran hatalmas, időigényes és drága adminisztrációval. Ők mindig is óvták a természetet, mondja úgy, hogy például a fűnyírók tisztításakor a vizet nem engedik a városi szennyvízrendszerbe, hanem külön erre a célra ásott tartályba, amit aztán az arra hivatott cég ürít ki. Szerintem a cégeket értesítésekkel, tehát a lépésről lépésre kellene cégekbe bevezetni a rendszert, hogy mik az ő elvárásaik, és hogyha ellenőriznek egy céget, akkor nézzék meg, tehát hogy hogy van, és mit nem helyeselnek, mit kellene még változtatni, és nem mindjárt az iszonyatos nagy összegű, milliódináros tételes összegű büntetéseket szabják ki az emberre, vagyis a vállalkozókra. Szoktatni kell, tehát ez egy alap szabály, alap kultúrával kell, hogy kialakuljon. De én azt hiszem, hogy ezt a háztartásokból is kezdhetik, mert valójában azon keresztül a gyerekek kicsikoruktól megtanulják, tehát hogy hova és milyen hulladékot dobunk. Az elektromechanika szerelőműhely immár 45 éve működik Óbecsén, míg Lívia édesapja nyitotta meg. Szorgalmas munkájával elismerést vívott ki, a rend és a tisztaság pedig, amely itthonol, ritkaság számba megy. A környezetről való gondviselés pedig mindig alapvető fontosságú volt a tulajdonosoknak. Lívia most is csak az információ hiányt nehezményezi, azt, hogy gyakran nem is tudja, mihez tartsa magát. Ilyen informatív jellegű előadásokat, tehát hogy az embereket, a vállalkozókat, tehát értesítsék a dolgokról, és ilyen egyesületeken köröztük közös erő, hogy az legyen a cél, hogy meglegyen mindenkinek a módja és az információ, és hogyha akkor sem teljesíti, akkor lehet beszélgetni különböző ugye, büntetésekről, mert valahogy rendet kell teremteni. Az Óbecsei önkormányzat kezdeményezése, hogy a vállalkozóknak a hulladék kezeléséről szóló törvénycsomag rendelkezéseit közelebb hozza és megmagyarázza, mindenképp követendő példa, amelyet más önkormányzatoknak is követniük kellene. A számítógépes programfejlesztés egyike azon iparágaknak, amelybe érdemes beruházni az országba. A vajdasági programozók az egész világban meg vannak becsülve. Ugyanakkor hála a világhálónak nincsenek helyhez kötve. A pénz, amit megkeresnek hazai viszonylatban, sokkal többet ér, mint külföldön. Ezért azok a fiatalok, akik ezzel a szakmával szeretnének foglalkozni, nem is gondolnak arra, hogy külföldön keressenek megélhetést, hiszen ahhoz, hogy vállalkozásba kezdjenek, elég egy számítógép és az eszük, a netten pedig hatalmas mennyiségű oktatóanyag áll a rendelkezésükre. Sok fiatal éppen ezért az informatikában szeretne érvényesülni. Pszichológusok állítják, a legjobb üzleti eredményeket azok a cégek érik el, ahol a munkahelyen baráti légkör, kölcsönös bizalom és megértés uralkodik. A számítógépes programfejlesztő körében ez adott. Az ágazatban dolgozók jó haverok, akik munkaközben is szórakoznak. A szabadkai Erdudác Dániel és Dudás Robert már a középiskolában is barátok voltak, az informatika pedig még jobban összehozta őket. Dániel már akkor zseppénzért számítógépes programokon
dolgozott, Robi pedig segített neki. A szószoros értelmében éjjel-nappal együtt voltak. Most Robi Dániel vállalkozásában a fő project manager, de a cégben az egész munkacsoport hasonlóképpen verődött össze, mondja a tulajdonos. Robival volt az, hogy így kezdtük el úgy kezdtünk el együtt dolgozni, egy webáruházon volt, és akkor segített feltölteni a termékeket, ami hát volt olyan nap, hogy reggel hét felé már úgy rájöttünk, hogy most már indulni kéne a suliba, közben meg este kezdtünk el dolgozni, és ugye az egész éjszaka elment rá. Hát Viktornak az a története konkrétan, hogy én őt régebb óta ismerem, Robin keresztül, mert minden évben Robi szülinapján találkoztam vele, és hát ő egy fél éve kezdett el nálunk dolgozni. Hát, hogy nézek a többiekre, gyakorlatilag így majdnem mindenki így valakinek az ismerésén keresztül érkezett hozzánk. Mondhatom, hogy ez a legjobb dolog a világon. Az ember azt csinálja, amit szeret. És ezt legalább napi 8 órában megteheti. Amellett, hogy az iskoláztatások során már ismerték egymást, az is összeköti őket, hogy munkájukról lelkesedéssel beszélnek. Ezekből az állásokból már ki lehet finanszírozni úgymond egy önálló életet, meg az ember látja azt, hogy ha eléggé oda teszi magát, akkor ugye egyrészt személy szinten is fejlődik, másrészt meg munka terén is, meg fizetés terén is. A cég tulajdonosa Erdudác Dániel azt mondja, már az elemiben tudta, hogy belőle programozó lesz, már akkor állandóan a számítógép előtt ült. Amikor pedig középiskolás korában az egyik programjával megkereste első fizetését, az végképp megpecsételte a sorsát. Néhány informatikai verseny után, ahol díjazott lett, megszaporodtak a munkafelkérések. Sőt, egy budapesti cégnek is elkezdett dolgozni, és mivel egyre több lett a megbízatás, munkatársakat is kellett keresni. A külföldi béreket pedig csak úgy fizethették ki, ha céget alapít. 2011-ben ezt meg is tette. Akkor ketten indultunk neki, és hát a mai napig dolgozunk azzal a céggel is, most már úgy, hogy három ember foglalkoztat 100%-ba, a három ember 100%-ba feléjük dolgozik tőlünk. Nagyon sok közös projektünk van, és ugye a folyamatok során egyre több saját ügyfelünk volt, egyre komolyabb munkákat kezdtünk el végezni. Az évek folyamán egyre terebélyesedett a cég úgy, hogy az utóbbi három évben háromszorosára nőtt, mondja Dániel. Munkájuk felét a pesti hasonvállalattal közösen végzik, emellett kizárólag saját programjaik is vannak, meg egy londoni fiókot is nyitottak. Főként weboldalakat fejlesztenek a magyarországi, angol, német, osztrák, amerikai cégeknek, sőt egy nigériai kuncsaftjuk is volt. Angliában az Odeonnak az oldalát mi készítettük. Angliában az Odeon az olyan szintű mozi hálózat, mint Magyarországon a Cinema City. A Szerbiában a Venera Bike-nak a weboldalát mi készítettük, ugye ők egy elég komoly helyi bicikli gyártó cég. Az mellett, hogy a weboldalukat készítettük nekik Android alkalmazást, tablet alkalmazást, katalógusokat, digitális katalógusokat, és a gyártási rendszerükben is belefolytunk már. Magyarországon konzorciós partnerünkkel együtt dolgozunk olyan tételeken, mint a Telenor, a Seat, West End, és sorolhatnám még jó sokat. A cég olyan felhő alapú programokat is fejleszt, amelyek a vállalatirányítást, a könyvelést és a gyártási folyamatot hivatottak megkönnyíteni. Így például a magyarországi Tematika Kábel TV-nek a műsortervező szoftverjét készítették el. Egy németországi cégnek pedig digitális kiállításait, amelyek okostelefonról is letölthetők. Olyan szoftverjeik is vannak, amelyek nem rendelésre készülnek, hanem tömegtermékként eladásra. Egy ilyet éppen a hannoveri vásáron szeretnének bemutatni. Dániel az üzleti titok miatt csak annyit említett, programjuk az információgyűjtésen alapszik, amit a számítógépes kereskedelemben szeretnének értékesíteni. Az információ lett az új hatalom és erő, mert ha az információt gyűjtünk, adatot gyűjtünk a látogatóinkról, megismerjük az ő szokásait, akkor olyan egyedi
termékeket tudunk neki ajánlani, akciókat, amit úgy érzi, hogy ez direkt neki lett kitalálva, és vásárlást fog vele generálni. Ez miatt lett az, hogy mostan az adatgyűjtő szolgáltatások az egyik húzó termék ennek a piacnak. Újabban pedig már hardverek, infopultok szerelését tervezik, meg havi törlesztésű weboldalak szerkesztését. Bizonyos havi költség mellett az ügyfél kap egy nagyon komoly weboldalt, amelyik különböző tanúsítványokat is megkap a Google, a Yahoo és a Bing részéről. A kereső optimalizált, mobil verziója van, tablet verziója. Azaz mindent lefed, amit egy nyugati cég elvárhat, hogy egy weboldal kinézzen. Így bízunk benne, hogyan a SZER piacot egy picit föl lehet pörgetni, és komolyabb résztvevői lehetünk az internetnek itt haza is. A budapesti céggel úgy tudnak közösen dolgozni, hogy hálózatot alakítottak. Az egyik project manager Szabadkán ül, a másik Budapesten, a harmadik pedig Siófokon. Jó szimbiózisban élünk együtt, mert például mi még nekünk nincs iPhone programozónk, addig nekik van, őnekik nincs Android programozójuk, még nekünk van. A webprogramozásnál pedig konkrétan úgy néz ki, hogy egy részét innen megy, másik része onnan van, mindig vannak a kis csapatok, akik egy weboldalon dolgoznak, azok úgymond egy ilyen virtuális külön vonulnak arra az időszakra, és ők azon a projekten dolgoznak együtt. Ahhoz pedig, hogy tovább fejlődhessenek, új munkaerőre van szükségük, amelynek oktatását meg is kell szervezni. Nagyon nehéz olyan informatikus találni, aki úgymond kijön a diplomával és készen van. Általában ezeket a személyeket le kell ültetni, és egy oktatás keretén belül úgymond szintre hozni. Ez egy olyan szakma, ahol állandóan tanulni kell konkrétan, havonta egyszer mi is megyünk fel Budapestre a partnerünkhöz, és egy ilyen közös oktatáson mindig tanulunk valami újat, valamikor ők jönnek hozzánk, ez ugye ritkább is esett. Abban pedig mindannyian egyetértenek, hogy olyan szakmáról van szó, amely a fiataloknak itthon is megélhetést tud biztosítani, országos szinten pedig devizát hoz. Mégsem támogatott kellőképpen. Mindazt, amit ezek a fiatal vállalkozók elértek, saját erejükből tették. Talán ez a szakma az, amiben mindenképp lehet innen is érvényesülni azért, mert itt nem vagyunk ehhez az országhoz kötve, tehát mi is most itt dolgozunk a helyszínen, de vannak külföldi partnereink, tehát ez anyagilag is ugye más, nagyobb biztonságot ad, és nem olyan, mint akik úgymond fizikai munkát végeznek, hogy muszáj, hogy ott legyenek a helyszínen. Nekünk nem kell elmennünk külföldre, mégis dolgozhatunk külföldre is. Talán ez is egy ilyen jó dolog ebben a cégben. Mindez pedig csak minőséges munkával és hatalmas kitartással tudták elérni. Alázattal is kissé fanatikusan kell csinálni, mondják, mert különben nem működik. Műsorunk végén búcsúzunk. A legközelebb március 2. hétfőjén a híradó után 19:30 találkozunk. Nézzenek bennünket, viszontlátásra!